Üdvözlet mindenkinek 2023. májusának második hetében. Ez a különös dolgok itt az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy valami történik a társadalomban, ami folyamat elindult már az én véleményem szerint évszázadokkal ezelőtt, és alig hanem ezt be is lehetne bizonyítani, hogyha egy kis történelmi kutatást végeznénk. De most úgy tűnik, hogy a nyugati társadalmakban ez elérkezett a végkifejlethez, ez pedig nem más, mint egyfajta dekadencia. Hogyha valaki esetleg nem ismerné ezt a kifejezést, akkor segítek. Mielőtt ennek nekivágnánk, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Ha megnézzük az arcanum.hu weboldalon, arcanum.com ez, a dekadencia kifejezést, akkor azt fogjuk találni, hogy ez egyfajta szellemi vagy erkölcsi értelemben vett hanyatlás, elernyedés, bomlás, mint egy beteges állapot. Mint amikor lebomlik egy test, egy szervezet elpusztul, és aztán bomlásnak indul. Ez jelenti a dekadencia. Ha valaki esetleg beszél angolul, akkor a decay szó az ebből a latin kifejezésből származik. Ugye decay a szó szerint azt jelenti, hogy lebomlani. Ez egyébként irodalomban a 19. század végén és a 20. század elején bontakozott ki ez az irányzat, és a polgári társadalom szellemi bomlását és hanyatlását tükröző művészet és irodalmi irányzat volt. Formalizmus, egyénieskedés, pessimizmus, a betegség, a betegesség kultuszának, az ösztönök uralmának és a művészet öncélúságának hirdetése jellemezte. Nyilván nem döbben meg senki azon, hogy például Arizonában van egy ilyen nevű táncos mulatság, nem is tudom, hogy mi ez, valamiféle fesztivál lehet ez egyébként, Decadence Arizona. 2021. december 30-31-én volt ez a fesztivál, de ez egyébként egy világméretű megmozdulás, nem csak Arizonában, és nem csak decemberben rendezik ezt meg, ez egy másik plakát, egy másik fesztiválról, illetve rendezvényről. Valahogy úgy tűnik, hogy a világnak van egy ilyen beteges vonzódása mostanra minden felé, ami halál, sötét, ami gonosz, ami ördögi. Persze ezt úgy lehet elérni, hogy mindezeket a dolgokat úgy állítom be, hogy ezek jók, vagy ezáltal az ember valamiféle különleges csoporthoz tartozik, és minthogyha azzal is együtt járna, hogy az ember szánt szándékkal az életet megveti, úgy, minthogy nem érdekli az élet, hogy felelőtlen, meggondolatlan, nem törődöm, és úgy általánosságában véve nem foglalkozik ezzel az élettel, ami itt történik. És valahogy így képzelem, legalábbis ha visszagondolok az életembe, a világba, akkor én így éreztem, hogy az, minthogyha egyfajta, ez király lenne, hogyha én úgy élek, hogy engem nem érdekel semmi. Nyilván ez a gondolat a filmekből származik, meg a szórakoztatóiparból elsősorban, ahol ezek a karakterek, akik így élnek, ezek általában úgy tűnnek fel a filmekben, mint valamiféle pozitív figura, még akkor is, hogyha a szerepe az negatív. Egy iskola példája ennek a jelenségnek John Wick, a akcióhős karakter, akit Keanu Reeves alakít ebben a filmsorozatban. Majdhogy nem csak nem is szólal meg ez az ember, hanem a cselekedetei az, ahonnan megismerjük őt. Nem érdekli semmi, nincsenek érzelmei, nem érdekli senki, csak egyszerűen bosszút akar állni. Vezérli ez a sötét erő, ez a vágy arra, hogy megöljön és elpusztítson mindenkit, aki az útjába kerül. Ennek ellenére én magam is úgy néztem végig az összes részét ennek, hogy mind végig vele voltam, és azt akartam, hogy sikeresen teljesítse a küldetését, mintha bármi kétség is valaha felmerült volna e felől. Hasonlatos ehhez a karakterhez egyébként a Drive-ból
Ryan Gosling, aki szintén nagyon keveset beszél, és ennek ellenére mégis valahogy az ember megismeri és vonzódik ez a karakterhez. Olyasmi lehet majd, hogy nem, mint hogyha valamiféle szellemi problémával küszködne. Azért említem ezt itt, mert hasonló John Wickhez, ahol olyan keveset beszél az ember, mégis valahogy megismerjük, de egyáltalán az egész történet olyan furcsa, mint hogyha a feje tetejére állt világban játszódna. Mindenkinek hallani kellett már a Breaking Bad sorozatról, és a híres Walter White-ról, akit Bryan Cranston alakít ebben a filmben. Ez John Wick mellett egy másik tökéletes példa arra, hogy hogy lehet egy pszichopata, egy szociopata karakter mégis valamilyen úton módon király, és elnyeri a tetszését millióknak, úgy nézzük végig ezt a filmet, hogy ő gyakorlatilag kábítószert állít elő, és mégis végig szurkoljuk, hogy nyerjen, és úgy tűnik, mintha ha ő lenne a pozitív karakter ebben a filmben, és megkockáztatom, hogy az emberek többsége nem is gondolkozik el ezen, hogy mi is az, ami történik, miről szól maga ez a film. Illetve hát sorozat ebben az esetben. Alig hanem végtelen ilyen példát tudnék mutatni, de szerintem mostanra mindenki számára egyértelmű, hogy mi az, amit ki akartam fejezni. Van egy karakter, aki a sötét oldalon áll, de legalábbis a két világ között navigál, illetve lavíroz. A cselekedetei azok kétesek legjobb esetben, de általában gonosz, és mindenképpen pusztítással jár együtt a tevékenysége. Ennek ellenére mi ezt az embert, vagy ezt a karaktert, vagy karaktereket kedveljük. Gondoljon csak bárki a bankrablós történetekre, ahol végignézi úgy a filmet, hogy azt szeretné, hogy sikerüljön a nagy bankrablás. De ebbe a kategóriába tartoznak a szerelmi történetek, ahol azt szeretnénk, arra vágyunk, hogy ez a két szereplő az csak minél hamarabb végre jöjjön össze, és érjék el azt, amit szeretnének, mert szerelmesek, miért is ne lehetne úgy, miközben az írások egyértelműen azt mondják, hogy mindaz, ami köztük történik, az bűn, elkezdve csak a gondolattól, ami felmerül. Hogyan lehetséges ezt elérni, úgy, hogy manipulálják az emberiséget. És így hát elérkeztünk a témához, ami a dekadencia. Ez a társadalomnak, ez a rothadása, a szétesése, ami egy ilyen spirál alakú pályát követ, és egyre gyorsabban és gyorsabban követik egymást a különböző szintek, ahogyan süllyed lefelé a társadalom. Elolvasnék még egy rövid részletet, amit a wikiszótár.hu weboldalon találtam a dekadenciával kapcsolatban. Ott is azt írják, hogy szellemi hanyatlást jelent elsősorban erkölcsileg bomló, beteges állapotot. Azonban van itt egy idézet példázván, hogy hogyan is használjuk ezt a kifejezést. És ez így szól. Az emberiség dekadenciája a 19. század második felében indult meg rohamosan, ez az 1800-as évek. Vajon mi történt akkor? A dekadenciát a történelem tanúsága szerint mindig a vallás hanyatlása előzi meg. A dekadencia után jön a gazdasági, majd politikai bukás is, a dekadenciát csak új erkölcsi eszmék tudják megállítani. Azt hiszem, hogy ez mindenkinek el kellene olvasni ezt az idézetet és észben tartania, kiírni a falára, és mikor körülnéz a világban most, akkor láthatja, hogy ez az, ami történik körülöttünk. Ez az, ami zajlik a világban itt a szemünk láttára. Ez a dekadencia, amikor összeomlik a világ körülöttünk, és mindig új erkölcsi eszmék fogják ezt felváltani. Mi lesz ez a következő új erkölcsi eszme? Ez az úgynevezett új világrend. Nem akarok senkit megbántani, ezt a videót nem tudom, hogy honnan kaptam, vagy kitől, vagy hogy találtam, nem is érdekes. A lényeg az, ami történik, és azt hiszem, hogy ha mindenki megfigyeli az eseményeket a videóban, amit le fogok játszani, akkor nem tud más következtetése jutni, mint arra, hogy a világ az ebben az állapotban van, amit felvázoltam itt az elmúlt 10 percben. Mielőtt azonban neki megyünk ennek a videónak, amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén
az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Találtam egy posztert az interneten, ugyan ez a fesztivál, vagy ez a rendezvény, ez már megtörtént, és az én értelmezésem szerint ez Sydneyben, Ausztráliában volt 2022. augusztusában és szeptemberében. Már maga ez a Sydney Fringe Festival is érdekes, ez a megfogalmazás, ez a fringe, ez azt jelenti, aki a társadalom szélén ragadt azokat a karaktereket, azokat, azt a stílust, illetve mindent, ami a perifériára kerül a társadalomban, az fringe-nek hívnak angolul, és azt akarják ezzel reprezentálni, illetve érzékeltetni, hogy ez a rendezvény ez azoknak szól, akik a társadalom perifériára szorultak, illetve eddig legalábbis ott voltak. És a rendezvény jellegénél fogva mindenki megérti majd, úgy gondolom, hogy miért is nevezték ezt így, hogy Fringe Festival. Az a neve egyébként magának az egész rendezvénynek, hogy Babylon Descend into Decadence, azaz Babylon ereszkedj vagy süllyedj bele a dekadenciába. Idézze fel mindenki magában, hogy mit is jelent a dekadencia, és akkor meg fogja érteni, hogy miért mutatom ezt meg. Számos érdekes dolog van itt egyébként. Az egyik az, hogy egzotikus előadások, ami nyilván valamiféle szexuális dologra utal, legalábbis a képek alapján. Ezen kívül van a következő, ez az immersive art, az azt jelenti, hogy így az ember benne van a művészetben, tehát ott történik körülötte, mintha ott festenének egy festményt, vagy benne van a zenében, az előadásban, magában. És ez a lavish food és a wicked drinks az azt jelenti, hogy mindenféle érzéki ételek, illetve a wicked az ördögit jelent, szóval ördögi italok. De itt van egy rövid leírása ennek a rendezvények, és ezt mindenképpen szerettem volna megmutatni, ugyanis azt írják, hogy alkonyattól késő estig Babylon mint egy beburkolja majd a Kensington sétáló utcáját, és egy vad utcai partit fognak tartani ott, ahol az ön belső libertinje szolgálja majd minden igényét, kiszolgálja ez a parti ennek a libertinnek. Most mindjárt megnézzük, hogy mi ez a libertin. A lényeg azonban az, hogy 35 étterem és bár várja az embereket erre a hivalkodó éjszakára, ahol művészet, kultúra, kockázat, az ételek, az erotika, a folyóitalok és a tánc várja az embereket. Ez az, amiről beszéltem, hogy a dekadencia, ez a romlás, bomlás, a perifériára szorult elemek, ez mind most már bekerül a főutcára, a sétáló utcára, és ott fog majd ez a parti, ugye, lehetőséget adni mindenkinek, hogy megőrüljön, meg elveszítse a kontrollt, hisz ez a lényeg, ezért beszél az erotikáról, az italról, és mindenről, ami eddig a periférián volt. Mi ez a libertine, kérdezhetnénk. Ez a libertine egyébként olyan személy, különösen férfi, de egyébként olyan személy, aki szabadon hódol az érzéki élvezeteknek, az erkölcsi elvek figyelmen kívül hagyásával. Most, hova jutottunk, hogyha így csábítjuk az embereket, hogy vegyenek részt egy rendezvényen? Látván ezt a dekadenciával kapcsolatban, ugye, amit megbeszéltünk korábban, hogy vannak ezek a fesztiválok, a partik, Sydney sétáló utcáján erről beszélnek. Ezért mutattam meg mindezeket a dolgokat, hogy itt tart a világ ma. És akkor lehet, hogy most már itt az ideje, hogy lejátszam ezt a videót is. Tényleg nem akarom a kedélyeket csigázni, de még annyit el szeretnék mondani, mielőtt megnézzük, hogy egyáltalán nem arra akarom az egészet kiélezni, hogy ez mennyire nevetséges, ami ott történik. Mert bár az, meg szánalmas, de ez a dekadenciának a lényege, hogy ez szánalmas látvány. Sőt, még kifejezetten az sem számít, hogy kik azok, akik szerepelnek ott. A lényeg az, hogy emberek azok, akiket látunk majd a videón, meg videókon, mert mutatok többet. Szóval nem azt akarom demonstrálni, hogy ezek vagy azok az emberek ilyenek vagy olyanok. A társadalom ilyen, hogy itt tartunk. Ez az, amit szeretnék bemutatni.
Menjetek át rám! Kolbászevő verseny. Minél kisebbet lököd. A tavalyi győztes Budai Linda. Egyszerre bekapta és győzött. Tomi! Nem lehet! Nem jól, hogy vele fogja! Nem jól, hogy vele És ez egyébként egy általános dolog, ez szórakozás az emberek számára, a kolbászevő verseny. Maga nem csak a kolbászevő verseny, hanem úgy általában az evő verseny. Evő verseny! Valakinek eszébe kéne jutnia, hogy óriás a probléma a világban, hogyha evő versenyt rendezünk, és ez a szórakozás számunkra. Nem is nagyon lehet ezt kommentálni, ezt a videót, amit megnéztünk, ezt a rövid pár percet, másfél perc volt ez az egész. Nagyon nehéz bármit is hozzátenni ahhoz, amit ott művelnek azok az emberek. Ami a legfontosabb talán az, hogy én nagyon is hálás vagyok azért, hogy az atya kihúzott engem ebből az életből, és most járhatom az utat, amit ő kitalált nekünk. El tudom képzelni, hogy mi lenne velem vagy velünk nélküle. Ugyanott lennénk, ahol a többség. Mi is járnánk ezt az utat, keresnénk ezeket a helyeket, és valamit, ami megszabadít minket az életnek attól a kilátástalan nyomorúságától, amiben mindenki tengeti a napjait. Ez London egyébként, ahol megy ez a műsor, ez a Decadence, és az érdekes az, hogy a hely neve, ahol rendezik ezt a mulatságot, az The Grace, ami kegyelmet jelent. Mikor azt mondja Saul, hogy kegyelemből váltottatok meg, akkor ezt a kifejezést használja. Úgyhogy keveredik a két világ, és biztos vagyok benne, hogy nem véletlen, még akkor is, hogyha nem tudatos. A szellemiség, ami irányítja a világot, generálja ezeket a rendezvényeket, meg ezt a fajta életstílust, amit a többség, meg az emberiség követ. Ez, hogy a dekadenciát párosítja a kegyelemmel, vagy hogy a kegyelem a neve egy ilyen pubnak, vagy kocsmának, az a szellemiség, ami az emberiséget vezérli. Nem feltétlen az, hogy az emberek azon gondolkodnak, hogy hogy tudok kitalálni valami sátánista dolgot, hanem egyszerűen csak az a spirituális erő, ami vezérli a világot, egyre nagyobb hatalmat nyer, ezért látjuk ezt mindenhol, ezt a fajta viselkedést. Persze ez egyáltalán nem új, amit láttunk a kolbászevő verseny kapcsán, ugyanis ez 2011 baja pálinkaiból verseny, és egy másfajta demográfia, de ugyanaz a primitív viselkedés. Búcsúzott a küzdelmektől a DLTV-t képviselő Schmidt Cornélis, valamint kisebb meglepetésre a mezőny legtapasztaltabb pálinka szakértője. Papírforma alapján döntősnek kellett volna lennie, kibukott az elsőkre, mire volt? Nem volt nekem olyan szimpatikus tényleg. Az a probléma, a fiatalok ügyesebbek voltak csak egyszerűen? Persze, már én üdős vagyok, már lassan 56 éve vagyok. De gondolom azért nem ma itta meg az első pálinkáját. Nem, nem szoktam úgy itt fogyasztani.
A második feladat az elsőnél is nehezebb volt, hiszen a pálinkát egy műanyag tányérból kellett kikanalaznia a versenyfőknek. Ez csak egyetlen kandidálónak sikerült, kinek elmondása szerint csapatával már 4 napja készül a jeles eseményre, sőt a távlati céljai között egy nem mindennapi erőpróba is szerepel. Most éppen egy olyan versenyre gyúrunk, főiskolán van kollégium, a 10 emeletes ház, és minden lépcsőfordul megkérni egy pálinkát, föl kell rohanni, aki rekorra fölér. Úgy edzünk, hogy A-héten futunk, lépcsőzünk, B-héten meg iszunk, de egész héten. Hétvégén viszont elkezdünk nagyon inni. És én B-hétben vagyunk, úgyhogy jó ment. Pont kapóra jött ez a verseny. Ez igazából egy nagyobb tornára készülünk, de most itt is megmutattuk magunkat. Látva ezt az előző videót, most már bizonyosan tudom állítani, hogy valahol ott körül lennénk mi is, hogyha nem húzott volna ki innen, úgyhogy hála még egyszer az atyának is. Abszolút nem fontos az, hogy kik ezek az emberek, vagy semmi nem számít ezzel kapcsolatban. Ez egy általános jelenség, úgyhogy én nem azt a két fiatalembert, vagy azt az idős embert, vagy azokat a kolbászevőket akarom megmutatni, hogy mindenhol ez megy, az egész világon megy ez a hülyeség azért, mert az embereknek egyrészt túl jó dolga van, másrészt pedig nincsen semmiféle életcélja, csak az, hogy a saját felületes biológiai szükségleteiket kielégítsék. Amennyiben az embernek túl jó dolga van, olyan értelemben gondolom ezt, hogy a gazdaság, illetve az egész társadalom eljut egy olyan fejlettségi fokra, hogy az élet túl egyszerű lesz, kevés munkával relatíve könnyedén megél az ember, mint ahogy az van most, még akkor is, ha úgy érzi a legtöbb ember, hogy sokat dolgozik, de azért csak gondoljon bele abba, hogy ledolgozza a 8 órát, aztán bemegy a boltba és megvesz mindent, amit csak el tud képzelni a világ bármely tájáról. Ilyen soha nem volt, soha nem létezett olyan, hogy a középosztály, vagy akár azok, akik relatív szegénységben élnek is, csak bemennek egy boltba és megvesznek bármit, amit csak akarnak. Ilyen nem létezett soha. Ez a fajta bőség, amiben élünk, ez példátlan az emberiség történelmében. Különösen nyugaton. Az, hogy megnyitom a csapot és jön a víz, hogy felkapcsolom a fűtést és van fűtés, ilyen nem volt régen. Sehol nem volt ilyen. Minden húzni kellett a vizet, meg ilyen kővezetékeken érkezett a fűtés, meg fával volt, meg szénnel, meg küzdeni kellett az elemekkel reggeltől estig. És hogyha elérünk egyfajta jólétet, egy szintet, utána az ember nem tud mit kezdeni az energiájával, ami van, illetve az anyagi javaival. Mert nincs semmilyen életcélja. Ezért írta azt a Wiki szótár, hogy ez mindig együtt jár a vallás és a hitnek az elsatnyulásával, és azután következik ez be. Ugyanis a hit, a vallás, az, hogy van egy felsőbb erő, és az majd megítél minket, ez az, ami ad az embernek egyfajta morális pályát, és akármit is mondanak az ateisták, a világ jelenlegi állapota bizonyítja és demonstrálja azt, hogy nincsen Isten hit nélkül semmiféle erkölcs. Ez nagymaros egyébként és csípős evő verseny, és azt akarom csak ezzel megmutatni, hogy én úgy gondolom, hogy ez bizonyos értelemben megalázó. 3-ra nem 4-re kezdjük. 1, 2, 3, 4! Hajrá! Hajrá, gyerünk, biztatni őket! Nagyon jó, nem csíp az annyira. Nyomjad. Nagyon belelőntek a vendégek. Nyomjad. Látszik, hogy senki nem ebédel. Siess, mert a... Nagyon megy, az első versenyző. Gyerünk! Ez gyorsabb, mint a tavalyi pizza verseny. Láttam itt valaki egyszer. Gyerünk már, mindjárt megvagy, gyerünk Dávid! Hú, honnan tudtátok meg, hogy így kell műanyag villával lenni? Hé, és megvan az első versenyző! És intézményesített formát öltött most már a dekadencia, ezt oktatják is, még akkor is, ha nem direktben, de ez megy a főiskolán és az egyetemen, a kollégiumokban. És hogyha nem ezt csináltam volna pontosan, ami történik itt, akkor nem tudnám, de tudom, ez így van, és ezek szerint mindig így van, és még most is így van. Úgyhogy mindenki, aki arra biztatja a gyerekét, hogy igen, menjen főiskolára, meg egyetemre, meg szerezze a diplomát,
meg majd akkor milyen nagyszerű lesz az élete. Igen, lehet, csak ezt is bele kell venni a számításba, hogy ott ez a fajta életforma történik, ahol fiúk, lányok együtt vedelnek, meg szívnak, meg cigit csinálnak, és aztán utána majd kikerülnek az életben 4-5-6 év múlva, és akkor meglátja mindenki, hogy milyen lesz az a nemzedék, mint ahogy látjuk is már most. Mindegy, hogy baja, nagymaros, kolbászevő verseny, vagy akár Lengyelország, ez a hülyeség megy ott is. Ha jól látom, akkor, bocsánat, ez Csehország lesz, de egy 60 centis pizzát kell megenni, $1000 a főnyeremény, és 4 profi evő versenyzik itt az Egyesült Királyságból, Görögországból és Csehországból érkeznek ezek az emberek. Végül is számunkra az a fontosabb, hogy egyszerűen csak az ember nem, szóval ez nagyon nehéz bármit is hozzátenni ehhez, hogy az ember ezt művelje, ahhoz kell valamilyen speciális probléma a világa, hogy legyen, hogy nem csak az, hogy ezt még a háttérbe is fogja a fejét ez az ember itt kékbe, hogyha megfigyeljük, meg nem ő az egyetlen. Nevet mindenki, mert ez nevetséges ez a viselkedés. Ez a hölgy is, aki itt jön, ő is nevet, meg úgy általában mindenki. Azért, mert ez bizarr, hogy ilyeneket csinál egy felnőtt ember, hogy evőversenyen vesz részt. Úgy maga a látvány is szánalmas. És még egyszer, nem, az teljesen mindegy, hogy ki az, aki ezt csinálja. Valaki ezt csinálja, van, aki mint a srácok az előbb a koliba, a cigit, meg az ivást, a másik a partira jár, meg a fesztiválra, teljesen mindegy, hogy ki hogyan vesz részt ebben az egészben. Nem az a lényeg. A lényeg maga a viselkedés, az a szellemiség, ami a világot irányítja a háttérből. Ez kellene, hogy mindenki meglássa. És feltételezem, hogy aki látja ezt a videót, az érti, hogy miről van szó. Ez volt a Különös Dolgok 2023. májusának második hetében itt, az infobubble.hu weboldalon. De a világot egy sötét erő irányítja, és minden nappal most már elmondhatjuk azt, hogy teret nyer, és egyre nagyobb hatalma van. Ezért látjuk ezt a rohamos összeomlását mindennek, ami jó, ami erkölcsös volt, ami eddig helyes, az mostantól úgy tűnik, hogy átkerült egy másik pályára, ahol úgy vélekednek róla az emberek, hogy ez valami archaikus dolog, ez konzervatív, ez letűnt koroknak a jegyeit tartalmazza. Úgyhogy nem lesz egyszerűbb az élet, és hamarosan eljön az a világ, amikor úgy gondolom, hogy tilos lesz az, ami jó, vagy legalábbis beszélni arról, mint ahogy már most is számos olyan dolog van, ami tilos. Én bízom abban, hogy ez hasznos volt ez a videó, és nem akartam senkit megbántani ezzel. Ez van, mindenki csak vállalja a felelősséget a tetteiért, attól tartok. Ez alól egyikünk sem lesz kivétel, úgyhogy köszönöm a figyelmet. Hamarosan újra jelentkezem, addig is mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.